Oké. Először is hadd mutassam be mai kedves vendégünket, Palotai Éva vágót, a film vágóját, és Takács Máriát, a film rendezőt. Rendezőjét. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Ugye jól tudom, hogy Marinak hívhatunk. Igen. Jó, oké, köszönöm. Én is. Kezdj. Kezdeném akkor azzal, hogy nagyon jó látni egy olyan filmet, ami egy szerintem borzasztó komoly témáról igen könnyedén és bátran beszél, és ehhez külön gratulálok nektek. Mert azt gondolom és remélem, én vállaltan egy liberális lelkületű ember vagyok, tehát nem engem kell meggyőzni általában, de valahogy az az érzésem, hogy a szélsőséges embereknek is talán ez egy elfogadható és jó hangnemű film. Én nagyon bízom benne. Mi a tapasztalatotok, hogy ne a vágással kezdjük, aztán majd a vágásra is kitérünk. Hát szerintem elég sok karaktere van a filmnek, tehát ugye 11 szinte különböző karaktere van a filmnek, ez segítheti a befogadást, vagy a legalább valakivel az azonosulást. És igen, hát ezeken fontos volt, hogy előtt azért már csináltunk filmeket így a, mit tudom én, a közösségben, vagy a szubkultúrában, és ez nekem nagyon fontos volt, hogy olyan nők álljanak a kamera elé, akik vállalják az arcukat és az élettörténetüket, és hogy fontosnak tartsák ezt elmondani, és fontos volt az is, hogy legyen humora a filmnek, tehát hogy ne csak ez a végig szenvedtük az egész életünket, hanem azért nem, tehát hogy legyen ennél több. És az is fontos volt, igen, hogy kívülre meg tudja érinteni, tehát az egyszerű nézőt is, tehát nem is, éppen azért nem élettem ennek a filmnek a riportere, mert én azért a csajok nagy részét elég jól ismertem, vagy a történetüket, hanem az én gyerekkori barátnőm, aki egyébként egy igen jó szakember, szociológus, és igen sok interjút készített, és ő lett a kvázi az én szócsövem, és mindig ugye fölkészítettem, hogy kinél mi a fontos, és azt mindenképpen sajtolja ki belőle. Azt hogy sikerült elérni, mert itt a főiskolán, akarom mondani, most már egyetem vagyunk, az egyetemen tudom, hogy többen próbálkoztak, hogy ezzel a témával foglalkozni akartak, és nagyon-nagyon sokszor olyan falakba ütköztek, hogy a riportalany nem nyílt meg. Uh-huh. És nektek úgy látszott, hogy felszabadultak, őszinték, és tényleg önmaguk. Uh-huh. Hát szerintem egyrészt így az ismerettség, tehát hogy én jó párukat ismertem, van, akit nem, és ugye volt olyan is, akit nem tudtunk lencse végre kapni, tehát például ugye megemlítik a Juhász Ildi nevét, aki az Ipoly mozinak volt a vezetője, tényleg egy ilyen iszonyú nagy szervező arc, meg egy közösségi ember, és neki fél évig udvaroltam, és semmi, tehát hogy teljesen hatástalan volt. És egyébként nekem is van ilyen tapasztalatom, például a fiatalabb korosztály nem nyílik meg, vagy nem tudom, mi a franc van, nagyon nehéz. Most tavasz elején, amikor a kormány megpróbálta kisembízni a bejegyzett élettársi kapcsolatot, akkor forgattunk egy rövid dokumentumfilmet bejegyzett élettársakkal, már bejegyzett élettársakkal, vagy éppen akik ott megkötötték, tehát abban a két hétben hirtelen ezt a jogi intézményt a kameránk előtt. Tök szerencsések voltunk, és volt olyan fiatal pár, aki nem vállalta el, mert meg akarta tartani a... ugye idézőjelbe téve az esküvőjének az intimitását, mondjuk volt egy 40 vagy 50 fős esküvő, tehát ettől függetlenül azért a kamerát nem szerették volna, vagy azért, mert mit tudom én, ilyen olyan okokból féltek, és akkor hát nekem is egy kudarc élményem volt, és akkor ugye nekem mindig eszembe jut, hogy hát mennyire szerencsés voltam, hogy ezek az emberek pedig odaadták az élettörténeteiket nekünk, tehát hogy ez egy ilyen rendezői szempontból ez egy nagyon hálás, tehát én nagyon hálás vagyok ezért. Lehetsz is. És ez a bizonyos Ildi, akit emlegettél, ő például nem tiltakozott, mert elvileg ő még a nevét is kivágathatná, ha éppen akarná. Hát persze, de hát csak meghúzom ezt a lépést, hogyha nem állok arra emelé, hogy basszus, akkor is benne leszel a filmben. Aha. De lehet, hogy szerintem előtt azért rákérdeztem, hogy akkor maradhat-e, vagy mi a franc van, és szerintem igen. És hogyan hatott, amit a Mari kérdezett az elején, tehát hogy,
hogy nyilván ez a film ez nagyon mást jelent a közösségnek, aha, akikről szól, meg akik részt vesznek benne, és hogyha olyanoknak mutatod meg, akik ebből kívül esnek, mert hogy nem ebben vannak benne, hogy ebben ezt hogy érezted, hogy miben más a két reakció, vagy hogy hat-e egy ilyen film, tehát ezzel el tudsz-e valamit érni olyanoknál, akik máshogy gondolkoznak, vagy akár sehogy nem gondolkoznak erről a témáról, milyen visszajelzések jöttek. Aha. Tehát akkor a kívülállókról beszéljünk. Igen, tehát mondjuk, hogyha nagyon megfogható eredményeket akarok mondani, akkor pont tavaly 2016-ban valahogy a verzió környékén megint kirakták ezt a filmet az Inda videóra, és megnézték 25 ezeren, és a tavalyi évben azzal, hogy az utolsó negyedébe került ki, a 10. legnézettebb film lett. Tehát, és addigra már a közösség nagy része, ugye ez már 2016-ot írtunk, akkor már 7 éves volt a film, aki akarta, mit tudom én, a közösségben szerintem azt megnézte, vidéken is, elérhető az Inda videón évek óta, de most megint visszaforgatták, ugye a címlapra került. Tehát, hogy kíváncsiak voltak ezek szerint az emberek. Nekem, aki ilyen úgynevezett kívülálló ismerősöm, ő azt mondta, hogy tehát úgy nézte ilyen tátott szájjal, hogy aki még soha nem hallotta ezeket a típusú történeteket. Tehát, ahogy a későbbi filmünk a Meleg férfiak, ami ugye 2 éves, a Meleg férfiak hideg diktatúrák. Tehát én azt veszem észre, hogy kívülállóknak ez egy ilyen beavatás. Tehát, hogy egy ismeretlen világba való beavatás. És szerintem éppen ezért törekedtünk, vagy törekedtem arra, hogy a mainstream történelemmel pedig meglegyenek azok a fogódzó pontok, amik mondjuk az egyes ember életében ugyanúgy megtörtént, tehát hogy megvannak a történelmi idők, vagy történelmi időpontok, vagy fordulók, mint rendszerváltás, vagy mint 70-es évek, amikkel egy átlagember is talál fogást, csak máshogy, de mégis tud hozzá valamilyen szinten viszonyulni. Tehát hogy azért meglegyenek az azonosulási pontok azoknak is, akik mondjuk ezeket az élettörténeteket nem ismerték. És hogyha a közösségről beszélünk, mert itt nyilván azért az is egy, itt ugye ilyen fokozatok vannak, vagy különböző ilyen fordulópontok, amikor valami történik a figuráknak az életében, de ugye az is legalább egy ilyen nagy, legalább ekkora küszöb vagy határ, amikor egy ilyen filmbe bekerülnek, és hát nem azt mondom, hogy média személyiségé válnak, de hogy vállalják a történetüket, meg magukat nagy nyilvánosság előtt, hogy az ő életükre arról tudsz, hogy esetleg visszahatott-e valahogy az, hogy ők elvállalták azt, hogy megmutatják magukat a filmben, nem csak a felvonuláson meg. Igen. És akkor ez itt a reklám helye. Mert a DVD-t azt még mindig meg lehet kapni, és a DVD-re forgattunk úgynevezett extrát, tehát 2 évvel később leültünk a szereplőkkel, és pont ugyanezt kérdeztem, hogy milyen visszajelzéseket kaptak, és ők hogy érzik magukat azóta a bőrükben, mióta kitették a bőrüket a nagy nyilvánosságnak, és tehát, hogy ott van egy ilyen fél órás, plusz majdnem fél óra a DVD maradék részében, tehát egy ilyen extra, ahol ezt elmondják, és ugye a film utótörténetéhez azért hozzátartozik, hogy itt a csajokkal ilyen 2-3 órás vagy 4 órás életútinterjúkat készítettünk, ami ugye nagyon sok, tehát nagyon sok anyag maradt, és azt nem akartuk, hogy kárba vesszen, tehát készült hasonló címmel egy könyv is, egy életútinterjú kötet, amihez még találtunk 5 másik nőt, tehát összesen ott abban 16 nő van, aki az élettörténetét elmondja, de hát ott ugye lineárisan vannak ezek az élettörténetek leírva, tehát ugye mindenki egybe van, nincs így szétvágva. És van olyan, akire nagyon... Tehát akinél történt valami a film hatására, most ugye nem láttuk mi ezt az extrát, azért kérdezem, hogy ebben mi van. Hát én azt szerintem vagy inkább... Vagy ez szervesen épül az ő élettörténet. Szerintem szervesen épül, tehát aki itt az arcát vállalta, az annak ilyen nagy... megpróbáltatta, tehát az már túl volt, ez a felvállaláson ugyan már túl van a saját környezetében, maximum a szomszédasszony, de... Nem tudom, ilyen pozitív visszajelzéseket kaptak, vagy aki rosszba volt a családjával, ott inkább ezt erősítették meg, hogy jó, hogy mit mozgal már vagy, de minek kellett még egy filmbe is fölvállalnod, tehát mindenki azon a vonalon mozgott, ami bent volt. Engem még egy dolog érdekel, aztán térjünk másra, hogy... mert azért nem csak ezért vagyunk itt, vagy nem főleg ezért vagyunk itt, bár ezért is, hogy én azt gondolom, hogy ez természetes, hogy ilyen válaszokat adsz, mert olyan körökbe mutatod be. De a kérdés, és szerintem a Janka is ezt pedzegeti, hogy vajon
vajon olyan körben vetítitek-e a filmet, ahol úgy általában nagyon jól tudjuk, hogy ellenérzést vált ki, és nagyon szélsőségesek, és nagyon ellene vannak, és nem hiszik, hiszen ennek a filmnek szerintem az a legnagyobb erénye, vagy nem is tudom, nem a filmnek, hát most ezt nagyon hülyén fogalmaztam, de azt akarom az egészből kihozni, hogy nagyon sok ember a mai napig azt gondolja, hogy ez tudati kérdés, hogy valaki leszbikus vagy nem leszbikus, hogy meleg vagy nem meleg, és hogy ez nem szabad meleg emberrel találkozni, mert az ragad. Hát nyilván te is találkoztál ezzel a sztereotípiával, és nem értik meg, hogy ez genetika, vagy biológia, vagy ösztön, vagy tök mindegy, hogy mi az, de azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy egészséges dolog, miközben ők nagyon nem ezt gondolják, mert hiszen nem ez a természetes. Igen. Tehát voltál-e olyan közegben? Mertetek-e vetíteni olyan közegben? Volt egy érdekes vetítés. Van egy Balaton filmfesztivál a Balaton felvidéken, Keszthelyen, amit a Szigeti Marci apukája, a Szigeti, mi a keresztneve, gyártásvezető volt, Szigeti György. Márton, már. Az Szigeti, ja, ugye? Márton az egy is, igen, azt hiszem Szigeti Marci, lehet. De ő operatőr a Marci. És az ő apja a gyártásvezető volt. Igen. Szentbékánál. És hogy hívják, Teri? Szigeti, nem tudom, elfelejtettem. Nem tudom. Ő szervezett egy Balaton felvidéki filmfesztivált, és akkor odaértünk, elkívta a filmünket, odaértünk, és akkor azt láttuk, hogy ugyanarra az időpontra egy katolikus film, illetve a mi filmünk van rászervezve. És akkor nem tudtuk, hogy most akkor melyik film lesz. Tehát már mi se tudtuk, amikor beléptünk, hogy most akkor kinek a filmét is fogjuk megnézni, hogy egy vallásos film lesz, vagy a miénk. És akkor hát gondoltam, hogy jó, akkor most nézzük a közönséget. Mert a mi filmünket vetítettük végül, tehát a vászon láttuk. Tehát így azt láttuk, hogy így az közönség így az első tizedik perc után mondjuk levágja, hogy nem az a film, amire ők feltétlen jöttek. De a másik fele meg ezek szerint igen, vagy az ugye nem derült ki, hogy végül is hányan maradtak azokból, akik mondjuk a vallásos filmre ültek be, de maradtak olyan 15-en így a film vetítésének a végére, és az életem egyik legjobb beszélgetése volt. De komolyan. Tehát, hát nyilván. És akkor, de egy ilyen totál ilyen őszinte, ez a naív, ez az őszinte, igen, még ilyen hülyeségeket is mondtak, amiket te felsoroltál, és hát akkor azokra szépen ugye válaszoltunk, hogy akkor nem, ez nem így van. Találkoztam ezekkel. De abszolút vannak, persze. És létező. Akkor, és akkor tehát az egy ilyen, igen, az egy ilyen igazi kihívás, vagy egy ilyen misszió volt, de senki nem volt erőszakos, vagy nem sértegetett, vagy semmi. Nyilván a film hangneme miatt is ez megtörtént bennük valami. Hát valami kérdés. Igen. Tehát aki végigülte, hanem inkább. Egyébként annak idején azt tudom, hogy akartuk tévébe vetíteni, csak akkor az MTV-a valahogy a végét élte, nem tudom, és akkor mondták, hogy jó, levetítik, de nem fizetnek, és akkor a Vészi János, ugye, aki a producere volt, mondta, hogy akkor nem adja. És azóta sem ment le egyébként. És azóta sem ment le, tehát hogy azért ez szél volt, de hogy ez így nem jött össze. Sőt, a következőnél még akartál pénzt is kérni a Vitézitől, nem? Igen, igen, igen. Na, akkor térjünk rá arra, hogy hogyan találkoztatok ti, és hogy kezdődött a ti közös munkátok. Na, Éva, mesélj! Én ugyanis éppen neveztem a Tiszán, és megszólalt a telefonom, ahol ott volt a Vészi Jancsi a végén, és azt mondta, hogy azért hív, hogy el tudnék-e vállalni egy munkát, vagy el akarnék-e vállalni egy munkát, mert ott ül nála egy fiatal rendező, aki velem szeretne vágni. Hát ez elég abszurdnak hangzott, és mondtam, hogy akkor jó, hát beszélünk valamikor, vagy találkozunk. És akkor ez meg is történt, és akkor Mari elmesélte, hogy miért engem keresett, mert nekem az is miért? Nagy... No, tetszett. Na, nem is emlékszem. De én emlékszem, de lehet, hogy nem ugyanarra emlékszem. Nem baj, akkor mind a két sztorit elmesélitek. A riporter. Ne súgjál, Éva. Melyik riporter? Ne súgjál! Mondja el először a Maria történetét, és utána jó. Te. De ki, hogy emlékszik. Ne! De lehet, hogy én már nem emlékszek arra, amire egykor emlékeztem. De meséld el, amire te. Először te meséld el, amire te emlékszel. Miért pont az Éva? Hát a Vészék azok az F épületben laktak, ott kint a filmgyárban, és ott járkáltam valahogy, mert nyilván gondolom a szinopszissal járkáltam ott,
vagy a treatmenttel, és akkor láttam, hogy az Éva ott vág. De ne, akkor nem mentem be hozzá, csak láttam, hogy ott van Palotai Éva, aki ott vág. És így a főiskoláról nekem nem maradt különösebb vágói kapcsolatom, és akkor gondoltam, az is fontos volt nekem például, hogy tehát, hogy ne egy ilyen fiatal valakivel vágjam ezt az anyagot, hanem legyen köztünk olyan fajta időbeli távolság, aki mondjuk már megérte így a Kádár korszakot felnőtt fejjel, én mondjuk akkor még gyerek voltam. Tehát, hogy legyen egyfajta tudás erről, meg tapasztalat erről, ami majd engem segíthet ebben a filmben. És ez nagyon jól is működött egyébként, tehát az Éva nagyon sok mindent elmondott nekem, amiről nekem fogalmam sem volt. És akkor szerintem gondolom, mondtam akkor a Vészinek, hogy akkor cserkészük be a Palotai Évát. Te hogy emlékszel? Én úgy emlékszem, hogy nekem azt mondtad, hogy volt ez a, amivel mi jártunk dolgozni egy időben, a Diana Attila Bolyáki csinált ilyen riporter versenyt. Igen. És mindig van, ahol vidéken, és akkor külföldi, mindenféle volt ott riporterek, akiknek le kellett forgatni, nem tudom, egy 3 perces anyagot. Én például többször dolgoztam egy észt fiúval, de ez 5-6 éve. Nem, akkor már ismertük egymást, én ajánlottam be, de... Oda. Igen. De a Simák Pisti is ott vágott. A Simák. De az már utána volt. Igen, ebben biztos vagyok. Na látod, hát igen. Így emlékszünk. Én emlékeztem, hogy azt mondtad, hogy én tudtam azokat a fiatal rendezőket ott hallgatni. Igen, de az már utána volt, akkor már megvártak az eltitkolt éveket. De tényleg? Nem volt ez a fesztivál. Ez a... De. Majd akkor a Simákot megkérdez, mindegy. Lépjünk. Szóval nem ismertük egymást, ez a lényeg. Igen. Igazából arra már utaltatok, hogy ez nyilván nagyon sok anyagból lett összevágva, és nekem nagyon-nagyon tetszett tényleg, hogy a karaktereket felépítette, meg ahogy a privát történetek átmentek tulajdonképpen egy ilyen a közösség történetével, ez nagyon szépen volt kibontva. Én most nagyon régen nem láttam, és mondjuk én a 20. perctől néztem körülbelül, szerintem annyi elég is volt belőle, de bocsánat, de nagyon jól vitte az embert, mert beszívta. És jó karakter. Igen. Hogy lehet ennyi anyagból kivésni ezeket a karaktereket? Ezt a Maritól kérdezem, és hogy melyik le volt írva az egész, uh-huh. és ő azt bejelölte, hogy mit tartott fontosnak uh-huh. belőle. Uh-huh. És amikor annak alapján összeraktuk, akkor utána jött ez volt a durva vágás időzőjelbe, és utána nekiálltunk, és szűkítettük ezeket a találkozásokat. Holmi. Meg a rímeket gondolom ott találtátok. Jó. Vagy már papíron is volt olyan, hogy mi mire válaszol, ki kire válaszol. Csak nagyon meggondolom. Mennyi anyag volt nagyjából? 100 óra. Száz óra. Mind vágtátok? Evid? Uh-huh. Ez 9-es film, ugye? 2009-es, ha jól emlékszem. 8-9, aha. Igen. De 9-ben jött ki. Azért is ezt ajánlottam elhozni, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen film az vágóilag sokkal nagyobb kihívása. És emlékszel arra, nem tudom mennyire emlékszel rá vissza, mert azért 2008, hogy mi volt benne a legnehezebb neked, ami, mert ugye nyilván egy ilyen film azért felvet morális kérdéseket, technikai kérdéseket, tehát hogy neked mi volt az, ami... Morális problémám nem volt semmi. Uh-huh. Technikai, az sem. Nekem inkább a történetben volt problémám, mert én a történelmi részemből kihagytam. Uh-huh. Ő nem akarta, mert úgy gondoltam, hogy itt kell ez a... Nagyon fontosnak érzem én is. Mi a látod? Kifejezetten én meg... nagyon fontosnak érzem, és nagyon... Nagyon jó leső, hogy mindent tudok valamihez kapcsolni, időben is. Uh-huh. Ja, akkor igen. Nagyon nehezen tudod meggyőzni a Marit, de... Igen? Igen. Mert hogy te ezt így nem a történelembe ágyaztad volna, vagy nem ennyire, hanem inkább... Nem, én a végének ezt a pink-piknikes részét azt éreztem soknak. Aha. Mert az már nem igazán érdekelt. A beágyazottságot azt egyébként már láttam sok helyen, szóval az
az nekem jobban tetszett az, hogy ez része volt az ő életüknek. És most, amikor már ott sétáltak a Hármasatárhegyen, meg nem tudom mi, szóval az emlékezés, ez a... Az nekem azért volt fontos, mert az adta a szabadságot, hogy végre fellélegezhetünk. Meg egyébként én nem tudom, ez mennyire köztudott ez a Pink Piknik dolog, de amikor, hát igen, ez egyáltalán nem, szóval ilyen szempontból meg érdekes. Nagyon. Ja. Asszisztensed volt, vagy magad voltál az asszisztensed is ebben az ügyben? Az Anglia Tombor. Ja, igen, én láttam is ki. Csak ő nem. Csak ő. Aha. De csak úgy alkalmunként segített. Gondolom, itt be kellett vinni mindent a gépbe, tehát offline vágás folyt. És ki onlineosított? Az Andrea, vagy azt is te? Nem, azt is mit csinál. Aha. Sajnos azt is. Igen. Lesz. Ha sikerülne elérnem, hogy a vágó jó offline lenne. Vágjon, és a szűzét csinálják meg a rabszolgák a onlineosítást. Ez sose sikerült. Sose. Szörnyen. Egy picikét mesélsz arról, hogy hogy indultál el, és hogy hát igen, hogy a legesleg elejéről. Hát én úgy indultam, mint annak idején mindenki, hogy vágóasszisztens voltam. De miért? Hogy kerültél a tévébe egyáltalán? Miért? Hát, hogy is kerültem? Úgy kerültem a tévébe, hogy volt társaságban találkoztam egy vágóval, vagy a vágóasszisztenssel, és mondtam, hogy én nagyon szeretnék a vágni. Komolyan? Egyszerűen jött egy ilyen, és egyszer csak fölhívtam, hogy menjek be. Bai Tibor megkérdezte, hogy mi van a táskámba és hol, mert ez volt az izé, hogy egy vágóasszisztensnek rendet kell tudni tartani. Mm-hmm. És akkor el tudtam azt neki mondani, vagy nem, hanem elégszem, és bekerültem a drámai osztályra, ez volt a szerencsém, és gyakorlatilag játékfilmnek vágó mellett voltam asszisztens. Na most én 70-ben kerültem be, és gyakorlatilag akkor még 70 darab játékfilmet csinált a Magyar Televízió drámai osztálya. És hát ez azért egy abszurd szám, ha hetekre elosztjuk. Nem minden volt vágott, mert volt, ami ilyen tévéfilmnek fölvett, egy ilyen kamerákkal volt, de ami filmre készült, azt mindenki vágtat is egyébként. Szóval borzasztó. Ki mellett voltál volt. Asszisztens? Szatmári Tiri, aki akkor a főnöke volt. Tedd nyugodtan az öletbe. Nincs, nem ég. Jó. Tehát, nem ég? Nem. Az nem jó jel. Mondtam, amikor a kislányit eszegette. Jó, és akkor mi akkor még filmet vágtunk, 16-os filmet, ami hát munkában elképzelhetetlenül sokkal több, mint amit ti csináltatok valaha. A hang is 16-os volt, és képzeljétek el, hogy úgy volt, biztos elmondták már a kollégáim, hogy egy darab filmhez volt egy keverésre körülbelül 10-12 darab hangcsík, amit mind külön össze kellett szinkronizálni azzal az egy képpel, és azt az egy képet, azt akarom, úgy, hát miután a vágóasztalnak kettő hang és egy kép sávja, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, orsója volt, volt már háromszallakos is? Jó, nem, ugye? Jó, szóval akkor kettő. Kettő hang. Ja, és akkor fogta az ember, és amikor készültünk keverésre a megvágott filmmel, akkor egyenként hozzá párosítottuk szinkronban azokat, akik még nem voltak. Szóval le lett zörejezve a film, akkor a zörej sávokat alá kellett vágni, majd összerakni. A izéket a most ambientnek mondják, azt hiszem, a zörej érzéket, hogy hívják, mi a neve, zörej szalagokat. Tehát jön a hintó, jön a ló, csicsereg a madár,
a atmoszférája még biztos volt valami, és akkor ezt egyenként oda kellett rakni, és szinkronba rakni. Gyönyörű munka volt. Ezt csinálta az ember vágóasszisztensként, igen. És volt még az, bocsánat, ezt nem is mondtam, hogy akkor még nem nagyon vettek föl helyszíni hangot, hanem utólag szinkron stúdióba leszinkronizálták nekünk, a szegény vágóasszisztenseknek. Nem a Pál Géza volt az utó szinkronvágó? Ő szinkronos. Szinkronvágó? Igen. És akkor ezt ilyen ekkora slejfnikre szétszedtük, csináltunk belőle egy végtelenített szallagot speciálisan, és akkor ezekkel így a karunkon, ez a lógó sok szírszarral bementünk a szinkronba. És akkor a képet is szét kellett hozzá szedni, mert akkor befűzték a képet a vetítőgépbe, és a hangot meg azt a hangot, ami rossz hang volt. És ehhez kellett hozzá beszélni a színészeknek. De hát ott volt a Dajka Margit például, az egy horror volt, mert valahogy sose tudta, hogy hol van a szinkron, és mindig a vágóasszisztensnek kellett böködni, meg jaját, szóval sok kalandunk volt, és ezt mindig éjszaka kellett csinálni, mert nem volt máskor szabad stúdió. Na, ez volt egy filmnek a menete. Ja, és akkor a végén ott volt az a, mennyi volt? 8 uszkve 10 hangsáv, vagy slejfni, vagy mi az, tekercs, és akkor ezt be kellett úgy fűzni, ja, és akkor ilyen izéket raktunk rá, startjeleket, hogy mindegyiket ugyanoda fűzzék, és akkor azt elindították, de nem biztos, hogy arra minden ráfért, és akkor volt még előkeverés nevű remek dolog is, mert ha 6-nál több volt, mert nem volt több izé, nem volt több hanglejátszógép, akkor először ezt, ami volt, azt elő kellett keverni ezt a kettőt. Tehát egyiket lekeverték, amin volt mondjuk 5, és akkor hozzáfűzték a másik 4-et vagy 3. Ez csak egy picit, hadd segítsek. Tehát mondjuk, hogy nagyon sok dialóg szalag volt, és akkor először előkeverték a dialógok, a beszédeket, a dialógokat, utána a zajokat összekeverték arányaiban, hogy jó legyen, és akkor a zenét soha nem keverték hozzá, azt mindig a végén, és akkor így a dialóg előkevert, a zaj előkevert, lehetőleg atmoszférával, és a zene lett az utolsó keverés, és akkor derült ki, hogy bizonyos arányok nem stimmeltek, és kezdődhetett az egész előre. És ha volt egy aszinkron, akkor meg marhagász volt. És az mindig az asszisztens hibája volt. Na szóval ez volt asszisztensi életem, de nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert én azt hiszem, asszisztensi életem második évébe bekerültem a főiskolára. Látták a sugárzó tehetséget valószínűleg, de tényleg nagy szerencsém volt. De ennyi. Így kezdődött. És akkor volt egy olyan műsor, az volt az első enyém műsor, amit vágtam, az azért volt a Színházi Album nevű műsor, és tudom, hogy mikor kész volt, akkor fölhívott az egyik barátnőm, vagy mikor lement adásba, és azt mondta, hogy nem lehetne azt, hogy amit te vágsz, annak legalább az elejére írják el, hogy te vágtad, mert akkor már rögtön kikapcsolhatom. Körülbelül ez volt a vágói munka szakértelme. De hát egyszerűen el vagyok képedve attól, hogy mi ezt így csináltuk. Mert ti biztos a normálról beszéltetek, meg te is dolgoztál normálisan. Hát dolgoztam, szóval volt az, amit akkor vágtam, de az mi jóval. Mi is dolgoztunk 16-osan. Jóval később, igen. Jóval később. Nem hiányzik a film szalag, hogy ezt vágod? Nem. Tényleg? Nem. Hát, ugyanazt tudom csinálni a Eviden. Mondjuk egyetlen dolog, amit meggyőződéssel állítok, hogy sokkal, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy a Eviden történő vágás slamposabb. Mert attól, hogy lassabb a folyamata a filmnek, ettől jobban tudod. Nem tudom. Hamarabb úgy érzed, hogy ez megvan a Evidnél. És nincs meg még. Mert lehet, hogy még háromszor meg kéne nézni, de mivel azzal megvan,
már nem akarom még egyszer megnézni. Hogy ott meg muszáj volt. Én legalábbis úgy érzem, nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele, nem. A vetítő hiányzik a legjobban. Én ezt nem érzem, én se érzem ezt, amit mondjad, Panni? Én is mindig azt mondom, hogy az egyetlen az, ami a vetítő. Igen. Nincs olyan kivetítő, ami pótolna egy filmszalagos vetítő. Igen. De ezt kifejtitek egy picit jobban? Én a Maknak a filmjét, a Maknak az utolsó filmjét, amit csináltam, hát ugye menjünk vetítőbe, és akkor az Evidből ki lett írva bétára, és bementünk akkor még Szimbád moziba, és mondta a tanár úr, hogy hát ez rémesen van vágva, ennek olyan rossz a ritmusa, mondom, hát a kocka, szóval nem az a kocka szám, egész más sebességgel lett vetítve. Tehát azért mi el voltunk kényeztetve, legalábbis én, amikor az Enyedivel dolgoztam, minden felvonás után mentünk a vetítőbe. Mindannyian. Hát nem? De. Jó, de akkor, hogyha zenével dolgozik az ember, akkor kénytelen volt a nagy vetítőben. Na mindegy. Szóval, más, szóval teljesen más ritmusa van. Abszolút más. És te könnyen álltál? Ezt mondjuk mindenkitől megkérdeztük. Nem, mert eddig, én nekem azért volt könnyű, mert a tévés filmeket nem mentünk vetítőbe, és én voltam a tévében az első, aki elkezdtem az Evidet, és én olyan boldog voltam tőle, hogy nincs elveszett kocka, és nincs semmi ilyen. Hát és szörnyű akkor hogy volt, hát képzeld el? Az elveszett kocka. Nekem a Deák Krisztina volt az asszisztensem. Hát nem mondok semmit róla, de hogy elveszett kockák ezrei voltak, és egyszerűen nem is volt, mondta, gyönyörű őzike szemével. Azt mondta a Kósa öcsi egyszer, hogy nem lehetne ezt a nőt hazaküldeni? Vagy valami nagyon utált ezt, hogy állandóan elvesztek a kockák. És hát ha visszaragasztottad, az már mindig ugrált egy kicsit, még a normálnál jobb volt, mert ott a osztásra rá ment a ragasztás. De na de most mivel ragasztasz? Mi? Telluxal? Persze. Hát akkor mi ugrál? Semmi. Látszik, hát a kétszer vagy háromszor visszaragasztott. Mi mindig csináltunk ilyen kockadobozokat. Tehát ilyen kockák dobok, ugye? Ezt a Deák Krisztinának. Én meg ráragasztottam a kivágásra. Úgyis jó. De nálunk le volt számozva. Tehát minden le volt. Nektek számozva volt, az énél nem mindig. A végén más. Nálatok is volt számozva. Volt számozás, de nem. 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 Nem használtátok? Nem nagyon. Aha. Nem. És a Junatikon meg Bátán is vágtál? Soha az életbe, soha. Én a filmről az Evidre mentem át. Az jó, és ki tanította neked az Evidet? Senki. És hát behozták, de jött egy angol pasi, és akkor azzal 3 napig vagy 4 napig. Ez az angollal, igen. 2 vagy 3 voltunk akkor ott. Azt hiszem. Igen. És a tévénél te pontosan melyik osztályon? Vagy dráma. Volt egy olyan drámai osztály. Végig? Igen. Végig nem, ott volt végig, el, mert megszűnt a drámai osztály, és egyesítették a vágó osztályokat, illetve a vágókat, tehát mindenki, aki vágó volt, az egy kupacba vagy kalapba került, és akkor annak én lettem a főnöke ezért a vágóknak. És melyik volt az a műfaj, ami a legközelebb állt hozzá? Hát nekem a természetesen a játékfilm, annak volt rangja, annak volt izéje. De én azt gondolom, hogy vágóilag a dokumentum az a legerőteljesebb és legfontosabb. Mert ott azt gondolom, hogy az én szerepem is több, mint vágó. Tehát nem. Hát elég, én csak játékfilmeket csináltam egészen addig, de van néhány dokumentumfilm, ami nagyon jó emlékem, és azok a... Igen, mert a játékfilmben nem tudsz olyan... nem tudom, mit, hogy mondjam ezt, hatást, mert hát ott azért ott a forgatókönyv, ott a mondjuk az, hogy ordítozunk a Kovácsival a csacsacsába, hogy most előre lép vagy hátra, mert körülbelül ez volt az ember szerepe, hogy a mozgásokat jól csinálja, meg nem tudom milyen. De ti gondoltok erről, mert én arra is kíváncsi lennék.
hogy van erről a fiataloknak véleményük. Nem csak azt akartam mondani, hogy vágóként dramaturg is vagy egy dokumentumfilm, hát az gyakorlatilag, ami a játékfilmben nem. Igen, igen. Hát egy idő után már nem is volt dramaturg, szerintem. Hát azokat kezdték kidobni nálunk. De az volt a sztálinista, mi a neve? Nem is tudom, hogy cenzor. Hogy? Cenzor. Nem terror. De... Cenzor. 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 Igen, igen, gyakorlatilag ez volt róluk. Miközben van néhány dramaturg, aki már a legjobbak. Igen. 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 Még a Gyárbatán jobban, csak ott meg a izét kezdték megszüntetni, a stúdiókat. Hát először kirúgtak mindenkit, és utána szép lassan megszűntek a stúdiók, igen. De aztán te vágtál elég sokat a gyárba, a filmgyárba is. Arra emlékszel, hogy hogy kerültél oda, és hogy fogadtak, és milyen, mi volt a kettő közötti különbség? Számod, vagy volt-e? Azt sem tudom, melyik film volt az én első tudom. A gyárban, a Csacsacsa. Ja, az első, azt nem, tudom, Csacsacsát, biztos, hogy ott vágtad? Azt tudom. Ja, hogy mit vágtam ott, azt tudom. Igen. A Mártának is volt. Azt hiszem, volt Csacsacsa filmje. Volt az első. Igen, szerintem azért volt, mert a Nyika nagyon jó barátom. És szerintem ő akarta, és aztán Janival is és jóba lettünk. És hogy fogadtak a vágó kollégák? Figyelj, én nem éreztem, hogy rosszul fogadnának, de lehet, hogy a hátam mögött igen. Ezt nem, nekem nem hát volt. Miért? Egymással sose dolgoztunk. Ja. Érted? Igen. Hát legfeljebb csak rendőr. Az lehetett, hogy elveszek igen. egy munkát másoktól, de hát azt meg nem rajtam múlt. Tehát nem, én nem éreztem negatívnak. Biztos, hogy volt olyan, mert sok kolléganőm ugyanezt megkérdezte annó, hogy nem. Igen, ja, mert... a Vörös Vursli is ott volt. Igen, hát sok Molnár, nem csak a Vörös Vursli, Molnár Gyurival több filmje. Hát abban az volt istenim, mert hogy ez is 35-ös volt, hogy a Szabó Gabi csináltatott egy dupozt, és akkor kigurította a filmgyár hosszú folyosóján, és föltekerte. És akkor még egyszer kidurít, még egyszer föltek, és ettől lett karcos, amik az állizék voltak, áll régi filmek. Ez nagyon jó. Jó pofa volt. A Gabinak a Gabi kreativitása az zseniális igen. volt, igen. Ja. Esetleg a közönség? Kérdés van-e? Ohaj-sohaj, panasz. Bárkinek, bármivel kapcsoltban, tudjátok, mindig feltehetitek. Jó. Tettek már fel? Tessék? Tettek volt már, ja. Igen, hogy ne. Ki az a rendező, akivel nagyon szívesen dolgoztál, nyilván a jelenlévőn kívül? Kivételek. Nekem a Balogh Zsolt. Balogh Zsolt. A Kovácsi. Uh-huh. Esztergályos. De Balogh Zsolttal mennyi? Hány filmet? Vele nem csináltatok sokat? Sokat. És vele vágtam a másik doksit, amit nagyon uh-huh. szeretek, amelyik? De nem tudom megszerezni. 1968 az a címe, és nagyon jó film volt a 68-as prágai eseményekről, dokumentum azoktól, akik részt vettek benne, és ugye ez össze kompilálva hogy hívják? Na, gyorsan akartam mondani. Összekompilálva azzal, ott a történetből a Jan Palach, mint hír benne volt, és az, hogy itt Magyarországon volt egy fiú, aki a múzeum lépcsőjén, Nemzeti Múzeum lépcsőjén ugyanezt megcsinálta. És annak a történeté. Hogy igen, igen, nem biztos, hogy mindenki tudja. Igen, nem mondtad ki, hogy... Nem mondtad. Nem. Igen. Jan Palach egy ilyen nagyon ikonikus név, mert a cseheknél fölgyújtotta magát tiltakozásul az oroszok bevonulása ellen. Amiben mi is benne voltunk, magyarok, mert mi támogattuk orosz barátainkat. És bevonultunk. És mi is bevonultunk, és igen. azok a pasik, akik ültek a tankokba, meg beszéltek, vagy azok beszéltek róla, és közben zajlott az a történet, ami ez a magyar fiú, aki egy ipari tanuló volt otthon, fölébred, összepakol, berakja a benzines kannát, és elindul, de ez jól szét volt tördelve, és elmegy a múzeum, Nemzeti Múzeum lépcsőjére, ahol ugyanezt megteszi ő is. Na most Magyarországon erről olvasni nem lehetett.
rádió nem mondta be. Szóval egy nagyon érdekes volt a történet. Nagyon érdekes. Hát reméljük előveszik, mert ugye évforduló lesz jövőre, úgyhogy... Nem tudom, mert azon én már valami mást is... Ja, tudom, a Jancsónak volt egy filmje, a Budapest zene, azt is vágtam, és azt sikerült megszereznem a tévéből, mert ismerős volt az archívumban, de ezt... És ezt ki gyártotta, vagy hol készült? Magyar Televízió. Aha. És 16-os filmre, és... Akkor még készült ilyen, le is ment, úgy emlékszem, adásban. Nagy film volt, mert két rész volt, mert az archív része, vagy a dokumentum része, az nagyon sok volt, amit a akkori katonákkal forgatott a Zsolt. Arra emlékszel, hogy mettől meddig dolgoztál a Híradónál pont? Én soha. Nem Híradónál, bocsánat, nem azt akartam mondani, a tévében. Igen. Hát 70-től 89-ig, míg ki nem rúgtak. 89-ig ott volt? És nem, 99-ig, bocsánat. Bocsánat, minket igen. Rúgtak ki 92 akkor, elején, ti akkor még biztonságban voltatok. Igen, igen. És neki? Csak akkor már nem drámai. Igen. Igen, akkor már a kalap meg, de a kalap is 92 után volt, az biztos, még sokáig megmaradt. Mi az a kalap? Már hogy egy kalapba kerültetek, hát az később kezdődött. Én 86-ban lettem ott főnök, igen? És 99-ben rúgtak ki, és aha. Ez az volt körülbelül az a... És neked úgy, mint vezetője egy ilyen szakmai csoportnak, azért egy eléggé fontos intézményben, neked volt, ez elég sok idő, hogy ez alatt az idő alatt bármilyen olyan konfliktus cenzúrával... Csak az volt. Csak az volt, nem a cenzúrával, vagy műszaki kollégáimmal, ugyanis itt volt egy állandó konfliktus, hogy a vágók művészek, vagy technikusok. És miután ez a kalap összejött, akkor már nem mondhattuk azt, hogy mi nem vágtuk a deltát, vagy ilyesmit, mert hát ez ahhoz nem, az nem művészet. És ez volt, ez végestelen végig ez volt a dráma, és én azért lettem kvázi kirúgva, vagy legalábbis ez volt az alap rá, hogy én nem hagyom, hogy itt úgy működjenek a dolgok, ahogy egy üzembe kell, mert hogy a televízió egy üzem. Egyre kevésbé készültek játékfilmek. Hát én nem tudom, hogy az volt az utolsó abban az időben, amit én csináltam, az is azt hiszem a Molnár Gyurikáé volt, hát egy ilyen kis aszlányi vickem, vackom, szóval ilyen semmi egy kis, ez volt nekem az utolsó film, szóval gyakorlatilag megszűnt, ez volt egyetlen abban az évben, ami azért elég gáz, a 70-től, lefele. Addig azért elég sokat csináltál évente. Én is sokat csináltam, ez nem mind a vágó osztályé volt, voltunk mi 6-7-en. A Vera, a Júlia. Na mindegy, szóval, mert hát a filmgyárban is csinálták a tévéfilmeket is. Meg elektronikára. De mit kérdeztél? Bocsánat. Én másról akartalak már kérdezni, hogy nem csak ott voltál vezető, hanem nagyon sokáig voltál a HSZ-nek a vezetője, ami a Magyar Vágók Egyesülete. Ja. Abban értél el valamit? Mit gondolsz? Ja, bocsánat, visszatérve, igen? Még tudom most már, mi kérdezett a Janka. Politikai nem volt már egyetlen. Akkor, ne? Megszűntek azok az elfogadó szervek. Mi nekünk volt a drámai osztály. Minden filmre, ami elkészült, az be kellett ülni vele a Szűcs Andorhoz, meg utána már nem tudom ki volt, mert egy elfogadás nevű dolog volt, megnézte, gratulált általában, de az is lehet, hogy volt, amire azt mondta, hogy hú, az ott egy kicsit sok, de nem, zömmel nem politikai téma volt, zömmel nem politikai téma. De a művészeti részében volt ilyen stúdió elfogadás nálatok is. Ezt mondom, hogy igen. Nálunk ez volt a stúdió elfogadás, amikor az a megrendelő osztály, igen. Aki, vagy stúdió, mert ezének is csináltunk, hogy hívják, volt a Sipsirica. Az például a gyerekosztálynak készült, tehát... Volt átjárása a különböző, volt a drámai osztály, meg a híradó, meg nyilván sok. Hát a híradóból nem volt átjárás. Az híradóból tudom, hogy nem, illetve egyeseknek volt. De a Cilinek, mert tőlünk ment át. Igen. És a Fehér Gyuri
azzal kezdte. Aha, igen. Még itt nálunk a Drámain, és akkor ő elintézte, hogy legyen. Igen. Uh-huh. Eszter Gályos Károllyal is jó sok filmet vágtál, igen, ugye? Igen, igen, igen. De főként azután, hogy már kilettem rúgva, azt hiszem. És akkor ott voltak ilyen nehézségek is, hogy visszaengednek, elvették a kártyátokat, meg ilyesmire emlékszem. Hát figyelj, emlékszem. Az nap, amikor engem kirúgtak, aznap elvették a névleadási jogomat, mindent, mindent. És aztán utána fölhívtak 3 nap, hogy szeretnének elnézést kérni, és visszavonnák az egészet, mert ez egy tévedés volt. Ott derült ki, hogy valaki személyesen berakott egy listára. Nekem kellett ugyanis leadni a kirúgandók listáját. És én azt mindig úgy csináltam, hogy megbeszéltem azokkal, akinek már jó volt, hogy elmegy, vagy nyugdíjba akart menni, vagy nem tudom, és leadtam ezt a listát, és ott voltak ezek a nevek. És utána, nem tudom, fölülre írtam oda, hogy Palotai Éva, vagy nem, de visszakaptam a listát úgy, hogy első helyen voltam a névsorban. Nagyon vicces volt. De én nem is vettük komolyan. Nálam volt egy buli aznap a vágóknak, még akkor Békásmegyere laktunk, szóval nem, nagyon furcsa volt. És akkor kiderült, amikor egyik kolléganőm be akarta hozni a lányát, és én ráírtam az Eszlári Bea, vagy ráírtam, hogy engedélyezem, és akkor ezek után közölte, hogy nem engedik be, mert hogy le vagyok véve a névleadási listáról. Hát akkor ezek után úgy megsértődtem, hogy soha többet nem tettem be a lábamat, ez szinte komolyan mondom. Ez, hogy... És akkor volt ez a Műszi nevű pasi, ki emlékszik rá. Ő volt akkor a főnök. Azt nem is annyi tudtam, időre vették volt. Fel. A Műszi az megvan már nektek, a nincs, reklám. Á. Nincs. Mondják 2 szót róla? Semmit nem tudok róla. Azt tudom, hogy volt egy ilyen fekete kalapja, és a Műszi volt a reklámja. Valamine. A Műszi volt a cég, senki nem tudta. El, hogy te volt tudod? Egy reklám. Na, azt megvan, azt hiszem, hogy visszaléztipari valami vállalat. Vagy igen, ez egy fekete öltönyös pasi volt, egy ilyen magritos kalapba, és úgy átment a Műszi, és soha senki nem tudta, ez volt a reklám. Ez volt. Na, ezt a pasit fölvették a televízióba, és ő rúgott ki mindenkit. Majd távozott. Ennyi. Hát ezt nálunk elegánsabbat csinálták. Nálatok, igen? Hát nem, egyszerűen mindenki kapott egy táviratot, nem? Igen. Ugye, hogy másnap de arra azért szivattak, igen, 200 ember, egy kicsit mindenki kirúgta. Minden. Csak a rendezők maradtak, de meg táviratot. A művészek. Ja, mert azok ki tudták maguk. Hát de egy kicsivel tovább. Azért ne viccel! Jó, ugyan? Jó, mi az, hogy tovább? Hát nem 92-ben. Igen, jó van. Szörnyű volt. Szörnyű. Igen. Nekem van kérdésem. Hajrá, tedd fel. Hol volt akkor a szakszervezet? Jaj, ez most komolyan kérdezem? A szakszervezetről arról tudnék mesélni. És akkor elvégeztük a főiskolán a vágó tanszakot, akkor ugye lett egy képesítésünk, mi szerint emelni kellett volna a fizetésünket. Na azok, akik csinálták a főiskolát, ők maguk nem ismerték el ezt a végzettséget, úgyhogy nagyon sokáig az egyik kolléganőnk aztán beperelte a szakszervezetet, az egész vállalatot, és jött, emlékszem, Föld Otto, és valami olyan hihetetlen fizetésemelést kaptunk, mert akkor már a végzettségünk szerint itt kellett. Sehol nem volt a szakszervezet, ők is elvtárs volt akkor még a szakszervezet, majd hogy nem, tovább élt az elvtárs. Tudom, hogy a beépített ember volt, igen. Igen, és védte a saját státuszát, nem, amit nem értünk harcolt, senki nem harcolt érte. A szörnyű volt azért, nem volt olyan elegáns ennek a vége. Ott reszkedtünk, értekezettek, Ódódi Gyuri, meg de nem úgy, hogy te csinálsz egy listát. Én emlékszem, akkor jártam a tévébe, és valami szörnyű volt, mert mindenki pánikban volt, hogy mikor rúgják ki. Nálunk egyszerre kirúgtak mindenki. De ez sokkal jobb volt így. Tulajdonképpen igen, és nálatok, ha jól emlékszem, hogy a Marit folytassam, nálatok nagyon sok ilyen lista volt. Azért, mert mindig úgy volt, bocsánat, hogy mekkora leépítésnek kell követni.
hogy vagy 10%-os, tehát ha akkor még voltunk 80-an, abból 8-at ki kellett rugni. De ezért ez nem egy kellemes. Hát de a mai nem, napig de, így van. Nem tudom, elég jó viszonyunk volt, bocsánat, de vagy legalábbis én úgy éreztem, mert akkoriban az első körben, ez volt a 80-as, akkor még rengeteg ember volt, aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt. Ezért, tehát gyakorlatilag senkit nem érintett megrázóan, vagy ha igen, akkor kicsit meg az ember próbált. Az. Amikor már, tudom én, addigra elmentek már 80, akkor abból maradt 70 valamennyi. Volt, aki átment a technikusokhoz, mert az olyan vágó volt, aki jobb szerette azokat a műsorokat. Az volt a lényeg egyébként, hogy én mindig azért harcoltam, hogy a vágónak legyen egy műsora, és mindig arra legyen beosztva, és én mindig odaosztottattam be őket, és akit ez nem érdekelt, hogy mindig ugyanolyanokkal vágjon meg, nem? Én azt akartam, hogy a vágás egy személyes kapcsolat, gondoltam én, és azt akartam megőrizni. Na most ez volt, ami miatt engem fúrtak. Mert hogy de a nem technikusok... úgy játszottak az emberekkel, ahogy igen, ők akartak. És ők játszottak igen. Az emberekkel, igen. És ez nagyon undorító volt, és akkor így. Nagyon a vége felé vagyunk az időnk, mert hogy akinek nem, van egy kérdése. Mondjad, nekem így a filmhez kapcsolódóan egy, hogy az alanyok kiválasztásánál volt olyan, hogy egyáltalán most nem is vagyok benne biztos, hogy kitámogatta a filmet, meg hogy volt ez az egész folyamat, hogy ti megkerestetek, vagy pedig az ismeretségkörből, vagy pedig mindkettő, de hogy lényeg, hogy volt olyan alany, akivel végül elkezdtetek forgatni, de aztán kiderült, hogy vagy nem nyílt meg annyira, vagy mégsem, szóval mégsem került be a filmet. Esetleg lemondta, nem uh-huh. engedte, hogy bekerüljön. Volt ilyen? Nem. Hogy találtuk meg őket? Hát a 2000-es évek elején elkezdtünk így páran barátok filmezgetni, és akkor még a Balázs Béla stúdióba egyébként ott vágtunk, ugye ez a mai Toldi mozinak az aljába volt akkor. Tényleg? És szerintem Jumatikon vágtunk, vagy valami hasonló, vagy VHS vágon. Vagy Betán. Betán vágtunk. És én az egyetemen jártam korábban az ELTÉ-re, és ott megtanultam Jumatikon vágni. Úgyhogy a Betán valahogy hasonlított, és valahogy megtaláltuk a gombokat, és akkor ott vágtunk filmeket, aztán később digitálisan is vágtunk. És ez volt egyébként a Budapesti Leszbikus Filmbizottság, és akkor már voltak olyan, hát ilyen idősebb csajok, akik láttuk, hogy hát tetszik nekik ez a műfaj, meg játszottak azokba a játékfilmekbe, ugye ilyen kis játékfilmeket csináltunk, és tehát tudtuk, hogy velük azért lehet valamit kezdeni, meg együtt jártunk sörözni, és akkor megismertük a történeteiket, és azt gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy ezek a történetek megmaradjanak az utókornak is, annak a korosztálynak, aki akkor mi voltunk, meg hát főleg a mainstream társadalomnak. és akkor... Tehát őket kerestük meg, akkor már én kerestem meg, tehát amikor elkezdtük ezt csinálni. Egyébként sokat pályáztunk az akkori MMK-hoz, tehát a Magyar Mozgókép Közalapítványhoz, és végül is ott is kaptunk pénzt 2008-ban a Vészi János segítségével, aki nekem a főiskolai tanárom volt. Tehát úgy kaptunk pénzt, ugye ez is kérdés volt, nem sokat, de viszonylag gyorsan ebből meg lehetett csinálni a filmet. Ugyan nagyon nincsen túlspilázva a film. Tehát nem kellett ilyen nagy anyagi ráfordítás. És tehát olyan nem volt, hogy mondjuk én azt gondoltam volna, hogy gyenge a története, ugye? Hogy gyenge a története, vagy nem tud olyan jól beszélni. Volt olyan, hogy az egyik szereplőnknél volt olyan, hogy annyira izgult, hogy nem tudta jól elmondani a történetet. Végül is ez a filmben nem került bele, de beleírtuk, ugye a könyvben jobban szerkeszthető volt, beleírtuk a könyvbe. Tehát, hogy mindenki megőrződött. Olyan nem volt, hogy vagy visszamondta később, vagy pedig, hogy mit tudom én, mi azt gondoltuk, hogy nem. Inkább ugye az arányokat lehetett érzékelni, hogy valaki jobban benne van a filmben, van, aki pedig kevésbé. Ugye, aki jobban benne van a filmben, az a legidősebb, a Gálica, meg a Lovas Nagy Anna. Egyébként ők azért tudtak jól beszélni, mert addigra már megírták a saját élettörténetüket, tehát leírták saját maguknak, tehát végig gondolták. Tehát volt egy ilyen interpretáció az ő fejükben. Mondjuk ezt
én az Icáról nem, hát nem is tudom, hogy tudtam-e, hogy ő megírta, de az Anna akkor kezdett el ígérni, és akkor ő is már az így megfogalmazgatta magának. Tehát velük ilyen szempontból egyszerűbb volt. Akkor én az Anna kérdését úgy folytatnám, hogy van-e olyan szereplőtök, aki kimaradt a filmből, mert hiszen nem fért bele. Hát a hossz miatt. Vagy nem volt annyira érdekes a történet? Nem, ezt mondom, hogy nem volt ilyen. Viszont olyan volt, hogy mondjuk kevésbé került bele a filmbe. Igen, tehát ugye a Bíró Csilla, tehát arányaiban mit a Bíró Csilla, mert ő volt mondjuk a legfiatalabb, tehát neki annyira ilyen korszakos sztoriai nem is voltak. Nyilván voltak jó sztoriai, amit azt így a színével együtt ők úgy ebbe az alternatív underground világban nagyon jól mozogtak, de mondjuk az ő identitásukban, tehát az, hogy ők leszbikusok voltak, nem tartották fontosnak. Ugye a színi el is mondja, hogy hát ő csajozott, aki így vele szembe jött, megtetszett neki, aztán vagy igen volt, vagy nem a válasz, és akkor ennyi. De hogy velük még terveztünk jelenetet, csak aztán közben elkezdtük az Évával vágni a filmet, és akkor láttuk, hogy annyi van, hogy már ne forgassuk le. Meg kicsit más irányba is vitt volna. Tehát, hogy velük visszamenni így az egykori underground éjszakába, és akkor ilyen közös emlékezéseket teremteni. Tehát ketten együtt egyébként ők nagyon jó fazonok voltak, csak hát voltak más történetek. Kicsit ilyen ösztönös is volt egyébként, hogy kerül, kinek a története tetszik jobban, vagy nem tetszik, tehát nyilván, vagy ugye a kapcsolódási pontok hogy illettek egymáshoz. Tehát van, akinek a bizonyos története ugye azért esett ki, mert valahogy nem tudtuk úgy jól bekapcsolni, igen, lelökte az anyag magáról sajnos. Nem olyan érdekes nekem ez a film, mert a Cini Ildikó, Színeg Ildikó, nekem asszisztensem volt a Balázs Béla stúdióban. Tényleg? Igen, borzasztó jóban voltunk, és kitűnt a képből. Azt tudtam, hogy Campes Dolores, de ez, hogy most látom, és hogy tulajdonképpen boldog. Vagy akkor boldog volt. És hol él? Vidéken? Ebben a lakókocsiban? Vagy? Vidéki Németország, elköltöztek Németországba. Ja, értem. Barátnőjével, mert a barátnőjének sok volt ez a szélső jobboldali helyzet, ami itt megjelent Magyarországon. Aha. Igen, mert volt szó arról, hogy a feminista mozgalomban tulajdonképpen bekapcsolódott. Igen, amíg itt élt Pesten, addig benne volt, és aztán kiköltöztek vidékre, egyébként tényleg sokat nagyon éltek. Nagyon helyes. Megszakadt a kapcsolatunk, és nagyon sajnálom. Te találkozol vele, mondd meg, hogy jó. Rigó Mária hívja fel. Jó. Okay. Nagyon helyes. Azt még hadd kérdezem meg, hogy már egy ideig gondolkozom el, hogy mennyi ideig tartott ez az utómunka? Hangosabban, bocsánat. Mennyi ideig tartott az utómunkája? Valahogy nagyon sok. Mikor jött ki? Nem az az érdekes, hogy mikor jött ki, de hanem hogy mennyit dolgoztatok rajta, de mi milyen onnan sokáig. Tudunk visszaszámolni. Ja, hát 2009-ben jött ki, nem egy jó pár hónap. Szerintem 3-4 hónapot vágtuk. Többnek gondoltam. Aha. Hát én előtt... Folyamatosan csináltuk. Nem, megszakításokkal csináltuk. Egyébként ez a Tomba Randi ugye akkor jött a képbe, amikor te elmentél levezni a Tiszára. Igen. Ismét, igen. De hogy... Hát én kiszkripteltem előtte, tehát én készültem, nem úgy volt, hogy így beömlesztettem az Éva elé az anyagot, hogy akkor válogassunk, hanem... hanem, de hát akkor is, tehát tényleg úgy volt, hogy az Éva mondta, hogy nagyon sok fönn volt a timeline-on, és abból vágtuk vissza. Kérdés van-e? Mert akkor lassan nagyon, de annál nagyobb köszönettel... Megköszönjük, hogy eljöttetek és vállaltátok a beszélgetést. Mire senki nem mondta el még a Hogyan kezdett vágni című történetet? Tehogy nem. Miért nem? Miért gondolod? Mert én azt gondoltam, hogy azért kérdezem, mert az még érdekes. Mert minden érdekes, mindenkinek más története van. Tényleg majd végignézem. Persze. Mindenkinek más története van, azt gondolom. És valamennyire mindenkinek egy kicsit hasonló is, természetesen. Én végignéztem az összeset. Komlósi elmesélte azt, hogy mert még nem, ezért láttam valaki más, hogy... Évát talán a Kármentet? Nem, még, nem, valakit egybe. Lehet, hogy mégis a Anna Marit, de ezek szerint nem azt mesélte. Mi együtt jártunk főiskolára, igen? És ő akkor vágta a Maknak a... Beszélt róla. Beszélt róla? Beszélt az, hogy minden éjjel bejött a papjanó,
és átvágta. Nem a Pap Janó, a Tóth Janó. Vagy Tóth Janó, és átvágta. Érdekes módon, ő már, mi mindannyian így emlékszünk, bár azt hiszem, te benne voltál, Panni. Én a kívülálló így emlékszem, a Mari nem így emlékszik. Jó. Ugye? Jól emlékszem, hogy nem ezt mondtam. Nem átvágta, hanem voltak bizonyos jelenetek, amiket ő a saját hatáskörébe vont, és azt összerakta. Össze kellett pakolni neki, elment egy másik vágószobába, és akkor azt ő megvágta. Pont egyébként egész véletlenül a pár napja ment a valamelyik tévécsatornán ez a macskajáték, és az utolsó 20 percet elkaptam. Hát egyszerűen lenyűgöző. Szóval nem tudom, Mari, vetítetted a diákoknak, szerintem vet is, de mert egészen elképesztő, hogy hogy abban mit művel. És abban benne volt a Mari, a Tóth Janó, szóval az egy összmunka volt. Igen, szóval a lényeg az szerintem, mert mi a Terivel kívülállók vagyunk, te nem tudom, hogy akkor még nem voltál ott, ugye, Mari, jól emlékszem? Nem. Tehát olyan érdekes, mert mi a kívülállók hárman úgy emlékszünk, és ez a pletyka terjedt el, hogy a Tóth Janó minden este bement, és amit a Mari megvágott, azt átvágta. Igen, de nekem a Réti Jani azt mesélte, a hangmérnök, igen, hogy a Tóth Janónak egy olyan fantasztikus zenetára volt, és olyan zenei műveltsége volt, hogy ő behozta a zenét. És azért vágta meg ő ezeket a montázsokat, mert hogy ő fölkészült zeneileg. De a montázsok... De én ezt csak a Réti Janitól tudom. Igen, hát aztán, de ez igaz mi... is, mert, és amit a Panni mond, az tökéletesen igaz, mert azt arról én is tudok, hogy arra jogosítványa volt a Janónak, hát hogy ez úgynevezett levélblokkokat ő vágta meg, csak a pletyka, a fáma azt mondja, hogy éjszakánként mást is csinált, nem csak a levelet. Na, én ezt tudom. Én ezt tudom, mert ezt a Mari szájából tudjuk, akik ott voltak. Jó, de hát fogadjuk. Jó, köszönjük szépen mindenkinek, akik itt voltak, akik vendégeink voltak, Jankának is. Köszönjük. Köszönjük, Éva, tényleg.